félbevágott műanyag palackba egy pingpong labdát teszünk. Majd ráfolyatjuk a vizet. A pingpong labda lemarad a víz alján. Egy kis víz folyik ki alul, és hogyha ott kezünkkel elzárjuk, akkor a pingpong labda felúlik a víz tetején. Magyarázata a jelenségnek az, hogy amikor ráöntöttük a vizet, akkor fölülről a víz nyomása és a külső légnyomás, alul viszont nincs víz, alulról csak a levegő külső légnyomása hat a pingpong labdára, így tehát a fölülről a víz nyomása több lett, ami lent tartja a pingpong labdát. Majd amikor alul befogjuk, megtelik pingpong labda alatt is vízzel, és a víz nyomása felhajtó ereje alulról is hat a pingpong labdára, és ezért ugrott fel. Thank you.